Festmények az állványokon, képkeretek a macskaköves úton. Így festett december 12-én a Király utca, ahol az adventi forgataggal igazi Montmartre-i hangulat várta a belvárosba sétálókat. Ez is volt a célja Csizmadia Istvánnak, a Képzőművész Ezüst Szombat című rendezvényével, hogy Győrbe hozza Párizs különleges művészmilliójét. Van egy tervem, hogy itt az év folyamán több alkalommal művészbarátokat Győrbe hívok, és a kultúrát kivisszük az utcára az emberek közé, és ez az advent, ez egy nagyon jó alkalom erre, és úgy találtuk ki, hogy legyen egy ezüst szombat, amikor az ország több pontjáról, Budapesttől, Szentendrén keresztül, Veszprémről át művészbarátokat meghívtam Győrbe, elfogadták a meghívást, és egy bemutatkozó kis tárlatot rendezünk az utcán. Az ötlet gazda győri festő hét művészbarátját látta vendégül a Csizmadia stúdióban, így a győrieknek lehetőségük nyílt arra, hogy együtt alkossanak, vagy éppen beszélgessenek a hazai tehetségekkel. A közönséggel való közvetlen kapcsolatteremtésen túl a képzőművészek szerint azért is fontosak az ilyen jellegű találkozások, mert így egymástól is tanulhatnak, vagy éppen új távlatokat nyithatnak saját munkásságukban. Debreceni Zoltán Veszprémből érkezett városunkba. Híradónknak elmondta, Veszprémben már 6 éve működik egy a győrihez hasonló kezdeményezés, nyitott műterem címmel. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy elébe megyünk a publikumnak. Tehát megpróbálunk egy olyan műtermi hangulatot kikölcsönözni az utcára, amiben persze van mindig egy kis pejoratív dolog, hogy hát az utcán állni azért az mit csináltok ti ott. Kontaktálunk. Tehát beszélgetünk a közönséggel, rajzolgatunk, jól érezzük magunkat. És ha mi jól érezzük magunkat, akkor nagy a valószínűsége, hogy az utcember is jobban fogja magát érezni. Az alkotók szerint a közönség jelenleg elég heterogén. Vannak, akik megállnak és örömmel beszélgetnek a művészekkel a művészetről, de sokan még mindig kétkedve fogadják a Montmartre-i megmozdulásokat. Pedig a szándék egyszerű, a kultúra ápolása, gyarapítása, sajátos eszközökkel, szubjektív szemmel.